az Aradi Varga Show színpadán következik a legfrissebb Karinti gyűrűs, Revicki Gábor! Karinti figyelmeztetik az embert. Jóságos, komoly arcú, idősebb úr, egyszerű ruhában, ahogy sebben lobbal elhúzódsz mellette az utcán, magadtól nem vetted volna észre, nem lévén rajta semmi feltűnő. Ő állít meg, szerényen, halkan, határozottan. Jó napot, mondom zavartan, és barátságosan, meglévén győződve, hogy régi ismeretség jogán szólított meg, csak te nem emlékszel rá, szórakozott vagy, de ő gyorsan felvilágosít. Pardon, nincs szerencsém ismerni, csak figyelmeztetni akartam, hogy kiszakadt a kabátja hátul. Vérvörös leszel? Csak ugyan, az ördög vigyel. Biztosan a villamoson történt egy fél órával ezelőtt, és nem szólt senki. Röhögtek rajtad a hátad mögött. Nem szóltak, egy fél órája jársz így világ csúfjára. Köszönöm. Rebeged megszégyenülve. És már megy tovább, mint aki nem számított különösebb elismerésre és hálára jó cselekedetéért. Emberek vagyunk, kötelességünk figyelmeztetni egymást. És ahogy magad is folytatod az utat a legközelebbi szabóig, aki majd ideiglenes kötést ad megsebesült ruhádra, harciasan, elkeseredve nézel körül, nem röhögnek-e rajtad? Szívesen felvennéd a nyílt harcot, ökörre mennél csúfolóiddal, épp azért, mert megérted őket. Hasonló látványon te is röhögnél. Velük nyíltan, szemtől szembe. De ha lelked mélyére nézel, egy titkos vágyat fedezel fel benne. Nem nyíltan és nem szemtől szembe, hanem orvul és titokban egyetlen embert szeretnél leszúrni, akire nincs okod haragudni, akinek hálával tartozol. Őt, aki figyelmeztetett, hogy a kabátod ki van szakadva. Az ördög vigye el azt a komoly, fontoskodó, jóságos pofáját. Mi köze hozzá? Hogy mert rám szólni ismeretlenül? Minek vette észre? Mit avatkozik a dolgodba? Hogy jön hozzá? Mit fölényeskedik? Menjen a pakar fenekére! Szemtelenség! Úgy tesz, mintha neki még sose szakadt volna ki a kabátja hátul. Persze ő a tökéletesség, a rend és az erkölcs. Hülye! Az ilyenek írják a névtelen leveleket. Figyelmeztetem, hogy a felesége megcsalja. Egyszerűen fel kellett volna pofozni a nagy köszöngetés helyett. Ezek az igazságosak, ezek az emberiség jótevői, ezek a társadalmi bűnök ostorozói. Az is lehet, hogy ő szakította ki a kabátját. Csak hogy legyen mire figyelmeztetni. Biztosan ő szakította ki. Csak kerüljön a kezedbe!